Növekvőben van a kanyarús megbetegedések száma Romániában. Az orvosok a védőoltás fontosságát hangsúlyozzák. Jelenleg az ország átoltottsága 80-85%-os, de az oltás ellenes divathullám veszélyes lehet. Egyre több kanyarós megbetegedésről számolnak be az orvosok, járványról azonban szerencsére még nem beszélhetünk. Júliusban például 25 beteg gyermeket kezeltek kórházban Bukarestben, mindannyian oltatlanok voltak. Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint az oltási lefedettség csökkent, jelenleg 80-85%-os az országban. Sós Szabó Klára szerint ahhoz, hogy a kanyaró ne üthesse fel a fejét járványszerűen, fontos, hogy az átoltottság legalább ezen a szinten maradjon. Sajnos azonban nagyon sok az oltás ellenes személy mostanában, holott súlyos következményei lehetnek annak, ha a gyerek nem kapja meg a védőoltást. Tagadhatjuk az oltásoknak a hatékonyságát, tagadhatjuk a gyógyszereknek a hatékonyságát és szükségességét, de akkor viszont számoljunk azzal, visszamegyünk a középkorba, amikor 40 év volt az átlag élet. Ezt szeretnék? Ezt akarjuk? Ezt kívánjuk? Kívánjuk a saját gyermekeinknek? Tehát ma már bizonyított tény, hogy ezeknek a védőoltásoknak milyen áldásos hatása van. Habár sokan azzal érvelnek, hogy nem létezik ez a járvány már, ez nem igaz. Az átoltottságnak köszönhető csupán, hogy nincsen olyan sok eset, a kórokozók, amelyek a betegséget okozzák, viszont léteznek, tette hozzá. Romániában több mint 40 éve megkapják a gyermekek a védőoltást, és ez a vakcina a kanyaró mellett a mumps és a rózsahimlő ellen nyújt védelmet. A kanyaró egy komolyabb lefolyású betegség, elesettséggel, rossz közérzettel, magas lázzal jár, emellett foltszerű kiütések jelennek meg a testen. Veszélyes azonban, hogy más fertőzéseket is elkaphat a kiskorú, agyhártyagyulladást, szívizomgyulladást, valójában bármelyik létfontosságú szervet megtámadhatja. Emellett sok maradandó szövődményt is okozhat, például évekig kell ellenőrzésekre járnia annak, akinél szívizomgyulladás és agyhártyagyulladás alakult ki.